Mint a legtöbb városban, így Karcagon is a civil szervezetek, a nyugdíjas klubok komoly szerepet játszanak a település életében. Erősítik a közösségi életet, részt vesznek a városi rendezvényeken, miközben maguk is tartanak programokat. Az életet az éveknek nyugdíjas klub sem tétlenkedett idén sem. Évente kb. 10 foglalkozásunk van, havonta 2 alkalommal találkozunk. Az év eleje egy kicsit másképp alakult, mint ahogy terveztük, de az év második felében az EFILEK egészségfejlesztési iroda programjához csatlakozva az Idősek Akadémiája című programsorozathoz kapcsolódtunk. Természetesen megtartottuk a szokásos báljainkat, a farsangi bálat, illetve az idősek napi bálat, most pedig a Mikulás rendezvényre készülünk majd. A Mikulás napi összejövetel előtt azonban beszámolóra hívta a klub a város vezetőjét. A fórumon Szepesi Tibor nem csak azokról a fejlesztésekről számolt be, amelyek közvetlenül is érintik a város lakosságát, mint például az út és járda felújítások, vagy a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, hanem olyanokról is, amelyek közvetve ugyan, de mégis hatással vannak a karcagiak mindennapjaira. Én azt gondolom, hogy ilyen bevásárlóközpont már van elég, ki tudja szolgálni a lakosságot, de az, hogy cipőboltra szükség van, az, hogy ruházati boltra szükség van, könyvesboltra szükség van, és remélem, hogy majd a következő generáció is úgy érzi, hogy szükség van a könyvesboltra, mert mi még olvastunk, a mostani generáció, nevezzük Z-generációnak, ugye ez a hivatalos megnevezése, és olvas, csak elsősorban mobiltelefonon, és nem a könyvekből. De meggyőződésem az, hogy szükség van a könyvtárra, és szükség kell, hogy legyen a könyvesboltokra is. Tehát ez az a fejlesztés, amiben gondolkodunk. Az életet az éveknek nyugdíjas klub már a jövő évi programjainak előkészítésén dolgozik. Tartanak majd a tagságnak úti beszámolókat, egészségmegőrző programokat, de történelmi helytörténeti előadásokat is.